hatalommal remekeltek az újpestiek, a hétvége előtt 32 mérkőzésen 21-szer győztek és csak 3-szor kaptak ki. Váridi Péter csapata az utolsó előtti fordulóban Székesfehérvárra utazott, a tavasszal még veretlen Lilák a kiesés ellen küzdő Videoton otthonában ünnepre készültek. Szerény becslések szerint is legalább 8000 újpest drukkel érkezett Fehérvárra, hogy jelen legyen az áhított bajnokavatáson. A máskor meglehetősen harsány lila-fehér szurkolók most nem kaptak bajba senkivel, így a helyszínre egy kivezényelt rohamrendőröknek, a renitensek helyett csak saját felszerelésüket kellett hűvösre tenni. A V, azaz Victoria jelű szektorba elhelyezett utehívek győzelmet vártak a kedvencektől. Szerintem egy 6-os dugunk biztos. Na, annyit nem, de... Ja, 3-1 biztos az élet. Őket egyenjel az újban. Az osztályozós helyen álló hazaiak is reménykedtek a meccs előtt. Az igazság, hogy egy jobb csapat, és nekünk az X sem lenne szégyelni való, de lehet, hogy az kevés lesz, ha az eredmények úgy alakulnak, úgyhogy megpróbálunk nyerni. Tudod, úgy gondolom, hogy elég egy döntetés a bajnoksághoz. Én azt gondolom, hogy nekünk is jól lenne azért egy pont. Nekünk, amit itt hazai pályán játszottunk az utolsó 4 fordulóban, nem szenvedtünk vereséget, 2 döntetlenünk van és 2 győzelmünk. Úgy érzem, hogy ez alapján bizakodók lehetünk, és na, minimum legalább egy pontot tudni szerezni. Az UTE 2 éve kapott ki utoljára vidéken, így nem nevezhető kincstári optimizmusnak, hogy Váridi Péter 3 pontot remél. A csapat pedig győzelemre játszik, és megpróbáljuk ezt a mai napon is. Természetes az egész bajnokságot úgy játszottuk végig, hogy minden csapatnak szüksége volt a pontra. És most is úgy alakul, hogy a Videótonnak nagyon kellenek a pontok, de nekünk is nagyon kellenek. Szerintem ma is nyerünk. Tábor már a meccs előtt gondoskodott a rossz légkörről, az ellenlábas Videoton szurkolói viszont a ködösítés helyett inkább a művészi hatásra helyezték a fő hangsúlyt. Az előző fordulóban Mesterhármas hívő újpesti Eszenyi szólója jelentette az első komolyabb eseményt, de a közelben álló Kis Géza nem látott okot a közbeavatkozásra. A 13. perc kis hián szerencsét hozott az UTE számára. Sebők csúsztatása után azonban Herceg és Eszenyi is gólt akart dugni, így a helyzet kimaradt. A 35. percben tapsviharban tört ki az UTE tábor, az OK az Üllői úton az MTK már 2 góllal vezetett a Ferencváros ellen. 2 perccel később nem sok hiányzott a Vidi vezető góljához sem. Schneider azonban óriási helyzetben hibázott. A másik oldalon forsós szabadrugását fogta biztos a Milinte, véget is ért a fél idő. A gyengére sikerült első játékrészt nem tekte kedvét a lila-fehér érzelműeknek, akiknek mindössze egy kívánsága volt a második negyed.